Isten hozta kedves nézőinket! Önök a Credo TV magyar nyelvű műsorát nézik, a Szívdobbanást. Újból a Biblia és az igehirdetés mellé hívjuk nézőinket. Időtálló kincset szeretnénk átadni. A legtöbbet, ami ingyen adható, az evangéliumot, vagyis a jó hírt tesszük láthatóvá és hallhatóvá. A jó hír az, hogy Isten, aki a világot teremtette, és fenntartja még a szívdobbanásunkat is, ameddig ő akarja, ő szeret minket. Hibáink, tévedéseink, keménységünk ellenére is szeret minket. A jó hír úgy folytatódik, hogy mivel Isten szeret minket, elküldte a fiát, hogy összekössön minket a mennyei atyával, meghaljon a bűnünkért, hogyha hiszünk ebben az áldozatban, velünk maradjon, lakozást vegyen a belső emberünkben. Végül pedig biztosan elvezessen mennyei országába, ellentétben azokkal, akik nem engednek a fiúnak, a hirdetett igének, és nem hisznek benne. Ezek a keménységük miatt, ami egy életen át tarthat és fenntartható, a gonosszal, a sátánnal hasonló sorsra kell jussanak, az örök elvettetésbe, a gyötrelem helyére, távol az Isten örök szeretetétől. Ezért olyan fontos, hogy ne keményítsük meg a szívünket, és figyeljünk oda a hirdetett ígére, hogy el ne kapjon, magával ne ragadjon a gonoszságnak az áradata. A gonosz a valóságos életben lépten nyomon ott van, reánk leselkedik. Szeretettel meghívom tehát most, hogy kövessék figyelemmel a legújabb szívdobbanásunkat. Az ígét dr. Kisjuhász Vilmos lelkész hirdeti. A felvétel a kolozsvári Magyar Baptista imaházban készült. Találjunk sok jót, inspiráló igazságot ebben a műsorban. Nekem több betér Jézus, mint ezüst arany. Nekem több
Keressük meg együtt Máté evangéliumát, ahonnan fogjuk olvasni Istennek igéjét. Máté evangéliumából olvassuk az Isten igéjét a 25. részből, a 25. részből a 14. verssel kezdve. Máté evangéliumából tehát annak 25. fejezetéből a 25-ös rész 14. versével kezdve így szól Isten igéje. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hívatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik. És ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 vala, az is más 2 nyere. Aki pedig az 1 kapta vala, elmenvén is elássa azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a ma szolgáknak ura, és számot vete velük, és előjövén, aki az 5 talentumot kapta vala, hozza más 5 talentumot mondván: Uram, 5 talentumot adtál vala nékem, imé, más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki: jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta vala, mondta: Uram, 2 talentumot adtál volt nékem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondanék az ő ura: jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta vala, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, hogy imé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondta néki: gonosz és reszolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem.
El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a tálentumot, és adjátok annak, akinek 10 tálentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Amen. Hálát adunk az Úrnak a kegyelmi időért, ami Urunknak jelenlétéért, és azért, mert osztogatja az ő kegyelmi ajándékait, és ma este is megoszt velünk az ő üzenetéből, és hiszem, hogy ráébredünk arra, hogy mi az, amit éppen ránk bízott az Úr. A példázat, a krisztusi példázat a várakozó tanítványoknak elmondja ezt a példázatot, amikor a gazda kiosztja azt, amiét van. Amilyen van, mások kezére adja. És amikor olvastam ezt a történetet, úgy belém nyilalt az Uram, nem féltetted azt, hogy elvesz? Hogy éppen mindent, amit van, hát ha egy részét osztotta volna a gazda, azt mondjuk, hogy az is rizikó. De így olvastuk az ígében, el akarván utazni, el is utazván, amilyen vala, átadá az ő szolgáinak. A gazda nem szűk markúan gondolkozott. Fölvállalta azt, hogy bizalmat előlegez az ő szolgáinak. Előhívta őket, ismerte őket, tudta, hogy melyik mire képes, és teljes bizalommal megosztja azt, amilyen volt. És úgy hálát adok az Úrnak, hogy megosztotta velünk a mi Istenünk az ő egyszülött fiát. Tudjátok, hiába lenne a karácsonyfa, meg a húsvéti nyuszi, meg annyi minden más hagyomány, ha a fiú nem lenne megosztva velem és veled, és ezzel a bűnös világgal, és általa a kegyelem, amilyen volt. Már nem szolgákat küldött erre a világra a mi Istenünk, mint hajdan, olvassuk az Ószövetségben, hanem megosztotta az isteni személynek egy részét, a fiú jött el, és lett ennek a sötét, bűnnel telt világnak részese, megváltója is ura. Azért is magasztalom a mi Urunkat, mert gazda lévén nekünk nem múlandó pénzt adott. Itt ezüst pénzről van szó az eredeti ígében, egy-egy kis zsákocska pénzről, egy-egy tálentom ezüstről, hanem az örök életet, az Úrnak való szolgálatot osztotta meg velem és veled, és mindazokkal, akik hisznek ő benne. Az ő országát, az ő örömét, a mennyet kívánja velünk megosztani. Harmadsorban azért is dicsőítem az én Uramat, és magasztalom őt ebben az adventi időben, mert azt olvassuk, hogy bár tudta, hogy mi következik, mégsem vonta meg a bizalmat egyiktől sem. Ne higgyétek, hogy a gazda nem tudta azt, hogy a harmadik szolga megássa a gödröt, beleteszi a zsákocskát a pénzzel, és majd az idő elteltével úgy adja vissza, ahogy onnan előszedte. Lehet még egy kicsit mocskosan, földesen, porosan,
nedvességtől átitatva. Tudta, de megadta az esélyt. És amikor te és én megszülettünk, amikor értelmet kaptunk, amikor egészséget adott, megadta az esélyt a mi Istenünk. És magasztalom őt, mert esélyt nyertünk, és nem egyszer, többször. És most figyeljük meg, hogy ez a hármas szám, ami az Atyánál, a Fiúnál, a Szentléleknél, az Istenségben megvan, itt a példázatban, hogyan és hányszor fordul elő, és miről beszél ez nekünk. Három szolgáról olvasunk. Azt olvassuk, hogy mind a hármat előhívta. És a három szolga a tudásához, a képességéhez mérten megkapta az alaptőkét. Megkapta azt az ajándékot, azokat a talentumokat, amivel ő bírt volna dolgozni. Mind a három megkapta. Azt is olvassuk, hogy a három szolgából kettő elfogadta azt, amire Isten, amire a gazda felhívta őket. A Lukács evangéliumában olvassuk azt a mondatot is, ebből a példázatból kimaradt, hogy kereskedjetek velük. Innen kimaradt ebből a példázatból, de a 10 gírának a kiosztásánál olvasunk arról, hogy azt mondta a gazda, itt van a pénz, kereskedjetek vele. És mind a három szolga ezt a lehetőséget megkapta, hogy kereskedjen. Az első kettő 100%-osan nyereséggel hozza vissza a gazdának a kapott talentumokat. Az egyik az 5-höz 5-öt szerez, a másik a 2-höz 2-t. És figyeljétek meg, hogy ugyanaz a dicséret éri mind a kettőt. Nem azt mondja a kettőnek, hogy tudod, egy kicsit ügyesebb kellett volna legyél, hozhattál volna 3-at. Vagy az 5-nek te, neked 5 volt, hát hozhattál volna 6-ot legalább. Nem. A gazda elfogadja, és ugyanazt a dicséretet adja aznak, aki az 5 mellé más 5-öt szerzett, mint aki a 2 mellé más 2-t szerzett. És ugyanaz a 3-as dicséret, amit fogjuk majd látni, éri mind a 2-t. Miért? Mert a mi Atyánk nagyon jól tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mit helyezett el belénk, milyen tulajdonságokkal ruházott föl, milyenek a képességeink, és nincs nagyobb elvárása. Nem ad többet, nem ad nehezebb feladatot, mert ez feladat és kihívás is volt. Nem csupán megtiszteltetés, nem csupán lehetőség, hanem feladat és kihívás, mert azt olvassuk, hogy az elszámolás is következik. Nem arról van szó, hogy te kapsz 5-öt és immár éljél vele, ahogy akarsz, nem kell számot adj. Te is kaptál 2-t, te megkaptad az 1-et, most már kevesebbet tudsz felélni. Nem, elszámolásról, kereskedésről, szolgálatról van szó. És az Atya nagyon jól tudja, hogy kinek mennyit és miként kell adjon. És azt olvassuk, hogy a méltatás, a hármas méltatás jó, hű szolga. Ez mind a kettő verbális, kimondott méltatás, és jön hozzá a harmadik, gyere ülj le velem. Gyere az én örömömbe, gyere ünnepelj velem, és sokkal többet adok. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy a hármas méltatás, kettő bár szóbeli dicséret, jó és hű, a harmadik azt mondja, menj be a te uradnak örömébe. Együtt örülsz velem,
és a hármas dicséret, a hármas méltatás felhozza szívünk és szemünk elé a hármas állapotot is. Három szolga, három kereskedő, munkát végző, és olvasunk, hogy ebből a háromból kettő lesz a gazdának a társa, az ő örömének részese. A hármas állapot. Sajnos a harmadiknál meg fogjuk látni, nem ez az állapot áll be végül. De menjünk vissza, és figyeljük meg a méltatásnál azt is, hogy jól vagyon jó és hű szolgán. Isten azt is elmondja, s a gazda elmondja, hogy jó volt a cselekedet. És olyan ez, mint amikor a tanár és a tanító kijavítja azt a tesztet, azt a feladatot, és kipipázza. Jó. És kedves testvéreim, kérdezem azt, hogy visszagondolva az elmúlt napokra, cselekedeteinkre, tud-e Isten, tud-e a mi gazdánk, a mi Urunk, a mi Istenünk ilyet mondani, jó. Tud-e engem is téged méltatni? Ha visszagondolok az elmúlt napokra, hetekre, az idő hosszú volt itt, nincs leírva, hogy hetek, hónapok vagy évek teltek el, mert idő kellett a szolgálathoz, de mikor visszatér, azt mondja, jó. És ebben az egy rövid szóban benne van a méltatásnak az a része, elismerem, hogy az a mód, ahogyan szolgáltál, jó. És Krisztust váró, szolgálj Istennek velem együtt. Úgy szeretném, ha Isten tudná mondani életemre, szolgálatomra, jó. A második szó hasonlóan rövid. Hű. Ismét egy rövid, kimondott szó. Jó után hű. Azt olvassuk, hogy az, aki az öt talentumot nyerte meg az öttel, az nem állt meg a háromnál, nem állt meg a négynél, nem állt meg a négy és félnél. Kitartott mindaddig, amíg az ő ura megjött, és hűséges volt. És nem azt mondta, hogy hát már eleget dolgoztam, hát már eleget szolgáltam, most már igazán van profit, van haszon, pihenhetek. Hűséges volt az gazdának ama szavához, kereskedj. Éj a lehetőséggel, a szolgálatra való lehetőséggel. Légy hű, ne állj meg benne. Sokszor megtámad a sátán, hogy lazítsak, vagy másra nézzek, vagy azt mondja, most már elég, úgy sem bírom tovább, úgy sincs értelme. Hű, kitartó, fel nem adó, aki úgy engedelmeskedik az ő urának, a szolgálat utolsó idejében is, hogy nem halványodott el a megbízatás parancsa, a felszólítás, nem halkult el, nem homályosodott meg, és nem jutott olyan állapotba, hát már olyan rég volt, olyan furcsa volt, most már más idő van, végül is megtettem, amit lehetett eddig, nem. Kitartóan végzi a munkát. Hű. Azt olvassuk, hogy eljön a méltatásnak a megjutalmazó része is,
örülj vele. Ülj ide mellém, gyere, az én örömömet osztom meg veled. Eddig voltál szolgám, eddig voltál az, aki munkálkodtál, értem, most együtt ülünk az asztalhoz. Együtt ünneplünk, együtt örülünk, együtt vesszük annak az áldását. Ezzel szembe figyeljétek meg a hármas elmarasztalást, testvéreim. Így olvassuk: gonosz, rest és haszontalan szolga. Gonosz. Megnézve az eredetit, egészen pontosan azt jelenti, hogy hamis. Nem arról van szó a gonoszságnál, hogy egy olyan vétekről, egy hibáról, egy balesetről van szó, hogy beszennyeztem egy kicsit a ruhámat kívül, hanem benső, rossz, gonoszság. Benső, teljes méretű, rossz magaviselet. Jellemhiba. És azt mondja a gazda az elmarasztalásnál: gonosz. Miért nem mondtad, amikor osztottam a tálentumot, hogy nem kell? Elásni el tudtam volna én is. Ahhoz nem kellettél volna te, mint szolga. A föld adott volt, de nem a földdel kívántam szolgálni. És nem a földdel akartam kapcsolatban lenni. Veled. Miért nem akartál kapcsolatba lépni vele? Azzal a nyíltsággal, ahogy én közeledtem hozzád. Miért volt hátsó? Előítélet? Miért volt elmarasztalás? Miért volt a szívedben olyan erős az ellenkezés, hogy nem merted kimondani őszintét? De ahogy elmentem, azt szerint cselekedtél. Mert azt olvassuk: tudtam, hogy kegyetlen ember vagy. Tudtam, hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél, az a zsarnok vagy. Tudtam, hogy tőle csak félni lehet. A belsejéről beszél ez a szolga, miközben vádolja az ő urát. És egy szóval mondja a gazda: gonosz. És nagyon hozzám szólt Isten, hogy mennyire vagyok előítéletekkel tele, mennyire merem azt elmondani őszintén, vagy mennyire gondolati síkon, majd csak mikor egyedül vagyok, akkor teszem a magam megállapítása szerint. A gonosz mellett az elmarasztalás, a hármas elmarasztalás második szava: rest. Lusta. Van még egy rövid szavunk, de nem akarom mondani. Rest. Amikor nem akarok én dolgozni. Kellene a haszon, jó lenne, de én nem mozdulok meg. Mert úgy gondolom, hogy mozduljon más. Rest. És az esély azért marad el, a lehetőség azért marad kihasználatlanul, mert én lusta vagyok. Mert a magam része elmarad. Láttam már olyan embert, aki csak azért nem ebédelt, mert lusta volt megmelegíteni az ételt magának.
restség, lustaság, kényelem. És a gazda elmondja, tudod, bentről elindul a romlottság, és a test ezt felhasználja. Amikor az agyban, a szívben előítéletek, gonosz gondolatok sokasága van, akkor a test ezt nagyon jól fel tudja használni. Ó, úgy sincs értelme. Ó, kár érte. Nem kell vele foglalkozni. Nem neked való. És a szolgálat elmarad. És így jutunk oda az elmarasztalás harmadik fázisához, harmadik szavához, amely az egészet egybefoglalja, ami már ítéletet is jelent. Így olvastuk a 30. versben a haszontalan szolgát. Haszontalanság. Amikor nem azt teszem, amit az én uram akar, amikor nem az a fontos, hogy ő mit mondott, hanem a magam véleménye, a magam akarata, az e világ menete meghatározó, és haszontalanná válok. A gonosz és a rest haszontalan lett. Arról is olvasunk, hogy az ítélet nem maradt el. A haszontalan szolgát pedig vessétek a külső sötétségre. Míg az első két szolga közelebb kerül az ő urához, a szolgai állapotból, a kereskedői állapotból, a megbízott állapotból, asztaltársa, közösségben lévők lesznek a gazdával, addig a harmadik távolra kerül. Úgy néz ki, hogy neki is felfele ível a kapcsolata az ő gazdájával. Előbb csak szolga, aztán megbízott, és egy nagy zuhanás. Vigyétek a külső sötétségre, az ítéletet jelenti. És nem az gazda kegyetlensége, hanem az ő haszontalansága váltotta ki ezt. Az állapot is tehát, amit olvasunk a három szolgánál, hármas. Onnan indul el, hogy azok a szolgák, akik eddig ott a háznál, ott a gazdának a környezetében végezték a napi munkájukat, most már vállalkozók lehettek. Megbízottak. És végül eljut oda, hogy az ő urának asztaltársa lehet. És szeretnék szólni három dologról, amivel megbízott bennünket a mi urunk. Kedves testvérem, kaptam és kaptál időt. Akik itt vagyunk, akik hallgatjuk Isten ígéjét, azért vagyunk itt, mert időt kaptunk a mi urunktól. Ez egy olyan talentum, amit nem lehet felbecsülni, nem lehet megmérni, nem lehet kiegyenlíteni. És időt nyertünk. Kegyelmet a mi urunktól, kegyelmi időt. És az idő kihasználásom, az idővel való sáfárkodásom, hogy és mint telik. Milyen a hozzáállásom? Gyerekként, ifjúként, középkoruként vagy idősként, mikor már lejáróban van lehet az idő, hogyan viszonyulok hozzá? Mennyire veszem komolyan Isten igéjének azt a felszólítását, hogy áron is megvegyük az alkalmat, mert a napok gonoszak.
az időt használjon ki. Másodszorban megkaptuk Istentől az ígét, a vezetést, a kijelentést. És nagyon fontos, testvérei, mert irányítás nélkül hiába való lenne a szolgálatom, ha nem a gazda biztos útját választom, ha nem erre alapozom az engedelmességemet, ha csupán a magam bölcsességére támaszkodok, ha önmagamba bízok, ha nem az íge az, amely meghatározó az életemben, akkor hidd el, hogy kudarcra vagyok, és kudarcra vagy ítélve. De megkaptuk, itt van a kezünkbe. 5-6-10 féle fordításban is olvashatjuk, kutathatjuk az írásokat. És hálát adunk az Úrnak, hogy itt van a kezünkben, és vele együtt annyi magyarázat, és hallgathatjuk. És a magunk szolgálatát tökéletesíthetjük azáltal, hogy szabom magam az ígéhez, hogy komolyan veszem, hogy élek vele, hogy ahhoz mérem az életemet, amit az ige mond. Ebben van a bátorságom, ebben van az erőm, és az ige által szólok. Nem a magam gondolatai, nem a magam ereje, nem a magam tudománya által, hanem Isten kegyelmet ad, és naponta új üzenetet ad. Harmadsorban hadd szóljak arról, olyan kimeríthetetlen számomra és számodra az, hogy Isten lehetőséggel bízott meg a családomon, a családodon keresztül. Akár szülőkkel, vagy még együtt, akár társaddal, mint férjel, feleséggel, akár a nagyobb családra, a gyülekezetre gondolsz, Isten ajándéka. Kimondhatatlan. A társ, a mellettünk lévő, a segítség. És kész a mi Urunk, engem és téged erősíteni abban, hogy a családi, a gyülekezeti, a munkatársi, szolgatársi közösségben hadd tudjak megfelelő szinten, kellő módon a helyemen szolgálni. Ne éljek vissza azzal, amit ad ő. Valamilyen szinten ne értékeljem alá vagy túl magamat, hanem lássam meg helyemet, és kellőképpen viszonyuljak. És olyan csodálatos számomra, hogy Isten, az idő, az ige, a társak mellé már nem talentumként, hanem önmagát adja társul, és újjászületett emberek tapasztaljuk azt, hogy az ő lelke által itt van, bennünk és közöttünk. És elvezérel minden igazságra. És tudatosít. És megfent. És irányít. Nem egyedül szolgálok, és nem egyedül szolgálsz. Új szövetségi emberek, Krisztust váró gyülekezet, az ő lelk által itt van közöttünk. És erőt ad. És pontosan, világosan, tisztán irányítja életünket, ha lehetőséget adunk az ő lelkének munkájára. Így olvastuk az ígében. Az, aki az egyet kapta haszontalanságáért, azt is elveszítette,
és annak adták, aki az öt mellé másodöt szerzett, és aki tízzel jött elő, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek a hozzáállása olyan, hogy a szolgálatban hű, annak még adatik. De ugyanaz is igaz, hogy el is vétetik. Lehet, hogy úgy érzed, hogy a szolgálatod nehéz, és néha nagyon megterhelő. Lehet, hogy a kihívás sokszor a felelősségérzet már szinte összeroppant. Bátorítson a ma esti ige. Az én Uram tudja, hogy miért ebben a helyzetben engedett meg, és miért nekem engedte meg ezt átélni. Miért kell én ebben a helyzetben ezekkel a talentumokkal szolgáljam? Mert tudja, hogy ki vagyok, ismer, és tudja, hogy mire vagyok képes, és meg is adja az erőt, a kimenekedést, a lehetőséget, mert nála nélkül, mondta a mi Úrunk Jézus Krisztus, semmit sem cselekedhetünk. És akinek van, és ez a van, jelenti nem csak azt, hogy esély és lehetőség az Úrtól, akinek van hozzáállása, engedelmessége, hűsége Urunkhoz, annak adatik. És befejezem azzal, itt a földi szolgálat meghatározza a mennyei kincseknek az elvételét. Az Isten országában való együtt ünneplést a mi Urunkkal. És annak is nagyon örülünk, amikor helyre jön családunkban, környezetünkben egy-egy személynek a kapcsolat az Úrral. Megenged, felszabadul, megtér, helyreáll, megerősödik, és gyümölcsözik. Eljön az az idő, amikor az ő örömét osztja meg velünk a mi Urunk. A mennyei vőlegény Krisztus azért jön vissza, hogy leültessen, mint mennyasszonyát, az ő mennyegzőjét. És együtt örüljünk. És azt a dicsőséget, amit ő az ő atyától kapott, azt megossza azoknak, akik benne hisznek, bíznak, és őt szolgálják. Jól vagyon, jó és hű szolgál. Itt a földön, a kevesen. Hű voltál, és jöhetsz a többre. Megosztom veled a mindent. A teljes bizalom, az Úrral való közösség, ez vár az ő szolgáira. Három szolga, három méltatás, három elmarasztalás, három állapot. Dicsőség a mi Urunkkal. Annak, aki megértette ezen az estén, Uram, az a jó, amit te mondasz. Hűen mindvégig melletted maradok. És kívánok gyümölcsözni benned. Légy segítségemre. Amen. Egy szép dicsőség.
kincsben ragyog, a városon mesteremmel együtt lakom. Gyöngy kapuja már kitárva, vár már engem, az aranyváros Jeruzsálem. Thank you.
Köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvű műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Találkozzunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.